A vasárnapi választás eredménye jóval erősebb győzelmet hozott a közösen Jászberényért Egyesület jelöltjének, mint azt a képviselőcsoport sejtette. Ahogyan ők fogalmaztak, ez a 8327 szavazat jelentős felhatalmazás és jelentős felelősség is. De számadatok tükrében megállapított, hogy egyértelműen a szavazást, a polgármester választás Budai Lóránt nyerte meg, amely most már ugye kifogás és felebezés hiányában jogerős, tehát Jászberénynek most már van polgármester Budai Lóránt személyében. Dr. Szabó Csaba, a helyi választási bizottság elnöke foglalta össze a mandátum átadáson a november 10-i polgármester újraválasztás előzményeit és annak eredményét. Ezen alkalommal szeretném átadni önnek, és kívánok eredményes munkát a páros javát szolgáló tevékenykedés, amely bizonyra lehet. Köszönjük szépen! A polgármester az elmúlt napokban még várta a jogorvoslati határidő lejártát, független szakértői csapatot verbuvált, akikkel együtt szeretné az átadás átvételt lebonyolítani. Már előre intéztem egy szakértői csapatot magam köré, akikkel egy nagyon komoly átadás átvételi folyamatot fogunk elkezdeni a jövő héten, mert egy protokoll van, amely a minimumot tartalmazza, azonban mi szeretnénk a maximumra törekedni, és tisztán látni Jászberény város helyzetét, gazdaságilag is, jogilag is, hogy tiszta lappal tudjunk elindulni, és akár jövő héttől, vagy azt követő időszakban egy pontosabb képet látni, hiszen ez nagyon fontos egy város érdekében, életében. Volt-e már egyeztetés a leköszönő polgármesterrel, illetve lesz-e egyeztetés az országgyűlési képviselővel? Így van, én a választásokat megkövető második napon fölkerestem telefonon a térség országgyűlési képviselőjét, és kértem tőle egy időpontot, hogy tudjunk egyeztetni a város jövőjét illetően. Ez az egyeztetés a mai napon fog megtörténni. A polgármester, volt polgármester urat pedig szintén a mai nap folyamán kívánom fölhívni, és egy kávé mellett megbeszélni azt, hogy hogyan tudunk tovább békében és teljes együttműködésben tenni a városért. Ott voltunk a találkozón, mely előtt Pócs János is együttműködésről nyilatkozott. Hát a élet és a Jászberényi történelem az egy cipőbe kényszerített bennünket, és az egy cipő az egy irányt is jelent Jászberény fejlődése érdekében, én egészen biztos, hogy konstruktíven a város érdekeit és a többség akaratát figyelembe véve fogom őket fogadni, és fogok Jászberényért dolgozni a jövőben. Polgármester úr, gratulálok! Köszönöm szépen! Köszönjük! Parancsoljon! Előre? Igen! Később a megbeszélésről a polgármester közösségi oldalán számolt be egy Jászberényban címmel. Mint írtam, a rövid, de annál konstruktívabb megbeszélésen szó esett többek között az Electrolux kivonulása által keletkezett helyzetről és annak lehetséges megoldásairól, a Jászberényt elkerülő körgyűrű befejezéséről, a jövőben megrendezendő jubileumi Csángó Fesztiválról és a Fidesz frakcióval való közös munkarészleteiről.